Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit. Rendhagyó módon tartotta meg szokásos, éves, tettes, azaz társadalmi ellenőrző tájékoztató társulás közmeghallgatását a Bátaszéki önkormányzat. A koronavírus miatt fennálló veszélyhelyzet következtében személyes megjelenése nem volt lehetőségük a város lakóinak, viszont élőben közvetítették az eseményt. Élő TV közvetítéssel zajlott az éves tett közmeghallgatás Bátaszéken november 18-án. A város alapító tagja az 1997-ben létrejött társadalmi ellenőrző tájékoztató társulásnak, amely azzal a céllal alakult, hogy a Bátaapátiba telepített kis és közepes radioaktivitású hulladéktárolóról naprakész, friss hírekkel lássa el a közeli települések lakóit és az érdeklődőket. A TET folyamatosan tudta tájékoztatni Bátaszék és Bátaszék környékén, illetve Bátaapáti környékének lakosságát az előkészítési feladatokról, tervezési feladatokról, az építkezésnek a folyamatáról, és az átadás követően feladata volt gyakorlatilag, hogy a működésről is folyamatos tájékoztatást adjon. Azaz, hogy hogyan történik a tároló területére ezeknek a hulladékoknak a beszállítása, milyen technológiával történik az ártalmatlanítása, hogyan kerülnek gyakorlatilag ezek a hulladékok hordókba, a hordókat hogyan helyezik el a gránitba vájt járatba, és hogyan, milyen technológiával zárják le úgy, hogy ez semmilyen formában ne legyen veszélyes se a környezetre, sem az emberi egészségre. Alapvetően ugye ez egy környezetvédelmi beruházásnak tekinthető, függetlenül attól, hogy radioaktív hulladékokról beszélünk. Azt gondolom, hogy ezzel a feladatfelvállalással Bátaapáti és környéke az országnak egy igen fontos problémáját oldotta meg, mert korábban nem volt ezeknek a hulladékoknak megfelelő ellenőrzött körülmények közötti elhelyezése. Ezért gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egyfajta ellentételezésben is részesültek a települések, hiszen az alapítás óta a nukleáris alapból támogatást kap Bátaapáti és környéke települései. Ez a támogatás nagyon fontos minden település számára. Egyrészt ebből egyfajta környezet jóléti intézkedéseket lehetett hozni, azaz a települések tudtak fejlődni. Azt lehet mondani, hogy Bátaapáti, Mórágy is igen látványos fejlődésen ment keresztül. Bátaszék városának életében is fontos szerepet tölt be ez a támogatás. A ma már mintegy 80 millió forintnyi támogatás, ami a TET-en keresztül érkezik, ennek köszönhetően egyrészt tudjuk biztosítani azt a feladatot, ami miatt tett létrejött, azaz kommunikációs költségekre tudjuk költeni, folyamatosan tudjuk tájékoztatni Bátaszék lakosságát az eseményekről. Másrészt ebből a pénzből azért városfejlesztési, városüzemeltetési feladatokat is tudunk finanszírozni, amely fontos a bátaszéki emberek élete szempontjából. Vannak előttünk álló feladatok, hiszen a tároló tökéletesen alkalmas egyéb kis és közepes aktivitási hulladékoknak a befogadására. Gondolok én arra, hogy folyamatban van annak az előkészítése, hogy Püspökszilágyiból, egy másik tárolóból az ilyen típusú hulladékok ellenőrzöttebb és jobb körülmények közötti elhelyezését itt lehetne megoldani. Másrészt ugye a Paks 2 beruházás egy újabb feladatot adhat ennek a térségnek, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük azt, hogy ezekről a folyamatban lévő elképzelésekről folyamatosan tájékoztassuk a településeink lakosságát, és mindent elkövessünk annak érdekében, hogy ez a feladat egyrészt ellenőrzött körülmények között magas tudományos színvonalon elvégzésre kerüljön, hiszen ez az ország érdeke, de a többletfeladat ellátással adott esetben olyan lehetőségekhez jussanak a településeink, amelyet ennek a feladat ellátása érdekében ellátunk, és amely miatt adott esetben egy kisebb pozitív ellentételezésben részesülhetünk. A fejleményekről és a történésekről több fórumon tájékozódhatnak a lakosok. Megjelenik negyed évente egy úgynevezett tett újság, amelyben leírjuk az aktuális eseményeket. Ebben a települések is adnak tájékoztatást a településeket érintő tett lehetőségei által nyújtott fejlesztésekről. Másrészt maga a hulladékok elhelyezését végző KFT is ad egy tájékoztatást a működéséről. Internetes oldala is van gyakorlatilag a TET-nek is, illetve magának az RHK KFT-nek is. És ezen szerződés alapján évente egy alkalommal egyfajta közmeghallgatás,
vagy lakossági fórum keretében személyes konzultációra és tájékoztatásra is van lehetőség, illetve szerződés alapján kötelezettség, ahol a társulás elnöke, illetve a feladatellátó KFT képviselői személyesen adnak tájékoztatást az aktuális feladatokról, és hozzájuk is lehet kérdéseket intézni. Most a rendkívüli jogrend miatt ez egy kicsit át kellett alakuljon, hiszen személyes jelenlétre nem volt lehetőség, de mindenképpen szerettünk volna egy élőadás keretében tájékoztatást adni azzal, hogy betelefonálásra is adtunk lehetőséget a település lakóinak. Ennek ellenére nem érkeztek telefonos kérdések, így a szakmai előadás és a beszámolók elhangzása után véget ért a rendhagyó lakossági fórum. November 11-én a kormány úgy rendelkezett, hogy bezáratja a kulturális intézményeket. Ez alól a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtársán volt kivétel. Bár nem érkezhetnek olvasók vagy kölcsönözni vágyok az intézménybe, a munka nem állt meg. Két hetente új könyvek érkeznek a könyvtárba, és a dolgozók házhoz szállítással oldják meg azt, hogy az állandó olvasóik nem maradjanak könyv nélkül. A bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár is bezárta kapuit a november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében. A munka azonban nem állt le. Sági Lajosné intézményvezető szerint a könyvtár első számú feladata, hogy megkönnyítse az olvasni szerető emberek helyzetét a kölcsönzés lehetőségével, vagy épp egy-egy ajánlással. Az nagy öröm, ha valaki olvas, meg tud is könyveket venni, de nyilván akkora a kínálat, hogy azt nem fogja tudni megvásárolni otthonra, tehát le kell válogassa. Na most ebben a válogatásban mi tudunk neki segíteni, mert ugye mutatunk kínálatot, nekünk ez van, egyfajta iránymutatás, van egyfajta átvezető irodalom, amikor azt mondom, hogy nem csak ugye régen így mondtuk, hogy nem csak lektűrt olvasunk, hanem igényesebb, értékesebb irodalmat, tehát ez egy folyamat, ezt mindenkinek végig kell járnia, meg kell találnia a maga ízlését, és ennek az ízlésnek megfelelően ők már, mint olvasók, képesek arra, hogy bejön, keres magának könyvet, ugye, ami most per pillanat fizikai valóságában lehetetlen, viszont ugye itt lép életben az, hogy a könyvtáros, amikor folyamatban van, vagy kapcsolatban van az olvasóval, hogy mennyire fontos az, hogy ismeri az ízlését. Tudja, hogy milyen stílusú könyveket szeret, hogy regényes irodalom, történelmet, hogy egy krimit, vagy egy romantikus regényt, és ennek megfelelően most ebben az adott helyzetben tud neki könyveket kínálni. Tehát biztos, hogy el fognak hozzánk azok az emberek továbbra is jönni, akik valóban szeretnek olvasni. Mert egyszerűen akkora a széles kínálat, hogy nem fogja tudni magának megvásárolni, tehát mindenképp el kell jönnie egy könyvtárba. Az nagyon jó dolog, ha van némi lehetősége arra, hogy otthonra is beszerezze, de szerintem egy-egy gyöngyszemet, az biztos, hogy mindenki megveszi magának, mert olyanok vagyunk, hogy ahhoz szeretünk ragaszkodni. Tehát ezek ilyen fontos dolgok, hogy bármikor levehessem a polcról, beleolvashassak. Nekem vannak ilyen könyveim, amik így megvannak oldaljelölve, mert olyan dolgok és gondolatok vannak benne, amiket muszáj többször visszaolvasni. A koronavírus tavaszi hullámakor több Tolna megyei könyvtár is lehetőséget adott a kölcsönözhető könyvek házhoz szállítására. Ezt most az őszi időszakban is bevezették annak érdekében, hogy ne veszítsék el olvasóikat. A bátaszékieknek ez már nem volt újdonság. Mi ezt már nagyon régóta csináljuk, csak soha nem volt kifelére így közvetítve. Tehát amikor igény volt rá egy-egy idősebb néninek, bácsinak, igenis összekészítettük, elvittük, ez nálunk évek óta működik. Tehát az, hogy most ez így néven lett nevezve, és belekerült egy hivatalos anyagba, hogy ezt úgy fogjuk nevezni ezután, hogy házhoz szállítás, megvan könyvcsomag, amit összekészítünk, ezzel korábban is éltünk. Az új könyvek beszerzése sem állt le, most is két hetente érkeznek az újdonságok. Annyira fognak örülni az olvasók, hogy rengeteg új könyv van, tehát nem fognak győzni belőle válogatni. Az is igaz, hogy amikor most könyvcsomagot készítünk össze ebbe a helyzetbe, akkor ugye nyilván, ha az olvasói ízlés megkívánja, akkor az újakból is már adunk, mert azért van, hogy igenis válogassunk belőle. Adjuk oda, mert az olvasókért vesszük az új könyveket. És akkor van nekünk, ugye én el szoktam mondani, hogy van egy gyönyörű kirakat, nem egy, három gyönyörű kirakatunk, abban mindig kirakjuk a kínálatot, és megállnak az emberek. Megnézik, mindig végigbogarázzák, hogy mi az, ami új, és bejön, és megkérdezi, hogy azt szabad-e onnan elvinni, és akkor azt mondjuk, hogy igen, mert azért tettük ki, hogy felhívjuk rá a figyelmet.
például. Van a könyvtárnak egy honlapja, ami a nevünk rövidítése, tehát Keresztély Gyula Városi Könyvtár, kgvk.hu. Na most ezen a honlapon az elején ott van egy katalógus. Néha megijednek a kedves olvasók, amikor így elmondjuk nekik, katalógus, rákeres, ez a megyei könyvtár katalógusa lesz. Fontos, hogy válogassa le azt, hogy ő címre keres rá, vagy szerzőre, vagy témára. Tehát ezt azért ő neki ott figyelemmel kell kísérnie. Majd a végén elmondom, hogy van egy bökkenő. Tehát megkeresi, be fog adni mondjuk 5 találatot. De fontos, hogy a lelőhelyet mindenképp be kell azonosítsa, tehát hogy Bátaszék lelőhely legyen, mert a más lelőhely nyilván, ha olyan anyagról van szó, nagyon szívesen az úgynevezett könyvtárközi kölcsönzése, megkérjük az olvasóknak, mert olvassanak. Nekünk az az érdekünk, hogy minél többet olvassanak, de hát szerencsésebb, hogyha főként ebben a helyzetben, hogy a mi állományunkat lássa. Tehát erre így van lehetőség. Aztán telefonálnak nekünk. Tehát mindenféle lehetséges módot megragadunk arra, ők is, mi is, hogy e-mailben, bármiben így egymást tájékoztassuk, hogy lássa, hogy most ebben a helyzetben neki mik a lehetőségei. Na most visszatérve, hogy mi ennek a hátránya, ugye főként a fiatalok nagyon sokan okostelefont használnak. Na most, ha nem gördíti végig, akkor volt már több olvasónk, aki azt mondta, hogy mert ő ott nem látja. Tehát végig kell rendesen gördíteni, igenis meg kell nézni, mert ott is látható, csak ott nyilván egy picit azért mások a viszonyok. Ugye azt fontos tudnivaló, hogy van itt egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen átfedés, mert amikor visszahozza az olvasó, az a bizonyos könyvek, azok egy hétig karanténban vannak, tehát nem kerülnek be, nem látjuk. Azt látjuk, hogy még kint van olvasónál, biztosak nem lehetünk benne, de lehet, hogy közben meg már kint van a polcon, de ki kell várjuk azt a bizonyos egy hetet, és ez így történik tavasz óta, tehát folyamatosan ezt a gyakorlatot követjük. Sági Lajosné szerint van visszaesés a könyvtár használatában, de látja már az utánpótlást is. A hitélet is átalakul a koronavírus járvány idején. Nagyobb odafigyelés szükséges már a templomokban is, már ahogy egyáltalán lehet istentiszteleteket tartani. A Bátaszéken működő felekezetek képviselői egy dologban biztosan közös nevezőn vannak. A hit és a közösség ereje segít a védekezés sikerében. A Bátaszéken működő egyházak számára is plusz feladatokat jelent a vírusjárvány elleni védekezés. A katolikus templomban a Magyar Püspöki Konferencia és a védekezés sikeréért hozott állami rendelkezések szerint járnak el, mondta elküldösi Krisztián plébános. A templomainkat hetente 2 alkalommal igyekszünk fertőtleníteni. A szentmiséken, szertartásokon kérjük a híveket, hogy mielőtt belépnek a templomba, fertőtlenítsenek, és szájmaszkot is használjanak a szent liturgiák, szentmisék alkalmával. Változások történtek, mindannyian úgy gondolom észreveszük azt, hogy a híveink kevesebben vannak a templomban, észreveszünk egy félelmet is az embereknek az életében, bár bátorítjuk őket, hogy a félelmet igyekezzenek kizárni. Nyilván akinek az egészségi állapota nem teszi lehetővé, vagy ő úgy gondolja, hogy otthon szeretné a szentmisét a televízión keresztül, vagy az interneten keresztül meghallgatni, részt venni ebben a szentmis áldozatban, az nyilván maradjon otthon. De azok, akik eljönnek a templomba, azok próbálják a félelmet legyőzni, hiszen a föltámadt Krisztus, aki egyben a gyógyító Krisztus mindig velünk van, és elkísér bennünket. Krisztián atya arra buzdítja azokat a híveket, akik nem mernek a közösségbe menni és részt venni a miséken, hogy az internet segítségét vegyék igénybe, hiszen számos igehirdetés elérhető a világhálón. Biztos vagyok benne, hogy annak az embernek, annak a keresztény testvérnek, vagy más vallású testvérnek is sokkal könnyebb átvészelnie, átélnie ezt az időszakot, amiben most mi vagyunk, hiszen belekapaszkodunk az Isten kezébe, a kinyújtott kézbe, amit felénk nyújt az Isten, és ez erőt ad ahhoz, hogy a félelmeinket le tudjuk győzni, a beteg testvéreinken tudjunk segíteni, konkrétan itt az imádságban. Az imádság által odafordulunk az Istenhez, hogy ő legyen az, aki védelmez, aki segít, aki támogat, akár lelkileg, akár testileg is ebben a koronavírusos helyzetben. Bátaszéken a szentmiség hétköznap 2-től szombatig, este 6 órakor van a kedves testvéreknek, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor. A bátaszéki református gyülekezet tagjai nem találkoznak egymással.
Fekete Zoltán lelkész a tavaszi tapasztalatok alapján próbál segítséget adni azoknak, akik az online tér adta lehetőségeken keresztül keresik társaikkal a kapcsolatot. A tavaszi karantén időszak tapasztalatából építkezünk, ott kialakult az, hogy hogyan lehet online igényhirdetéseket fölvenni, megosztani azoknak, akik az internettel jó barátságban vannak, és az idősebb testvéreket pedig ilyen telefonon rendszeresen hívom. Most kialakult egy új dolog, hogy rádöbbentem, hogy ez a régi dolog, ez a telefon, ez alkalmas arra, hogy konferenciahívásokat intézünk, és egy konferenciahívással 5-en tudunk egyszerre vonatba lenni, és egy ilyen kis csoportos bibliaórát lehet tartani. És ezt most múlt héten ki is próbáltam, egymás után 3-kor, 4-kor és 5-kor csütörtökön bibliaórát tartottam 14 gyülekezeti testvérnek, ugye én voltam a 15-dik, és utána pedig a Facebookon egy csoportot csináltam bibliaórára, ahol a ugyanett szobán keresztül bekapcsolódtak a testvérek, akik ugye Facebookoznak is. És akkor így, hát most így legutolsó alkalom, hogy 22 fő volt bibliaórára. A telefon beszélgetés, mély dolgokról beszélgetni, sok bizonságtétel volt közben, megélt tapasztalata az adott igéhez kapcsolódva, ugye a betegség kérdése jött elő János Evangélium 2. fejezetéből, és ahhoz való kívülről van hozzáállás, illetve ha ma belénk történik, nagyon megnyíltak, és örültek egymás hangjának, tehát nagyon örültek, hogy találkozhatunk ilyen módon, kell foglalkozni, hogy mi van velem, vagy mi lesz velem. Tehát, hogy milyen lelki kérdések légkörében vannak ezek a beszélgetések a telefonon is. Tehát ez nem kerülődik el ez a kérdés. Mi magunk is, ugye, akik lelkészek vagyunk, ugyanúgy ilyen közel nem éreztük ezt a kérdést, mint ezekben a hetekben, ami most egyre jobban körül fogja ezt az országot és ezt a világot. Mindkét lelkipásztor arról is beszélt, hogy a hit ereje segít a bajok leküzdésében. A közösség pedig, még ha személyesen nem is tarthat egymással kapcsolatot, a technika segítségével képes egyesíteni az erőket a vírus elleni harcban. Országos önkéntes koronavírus teszteléseket vezetett be a kormány az egészségügyi, szociális és nevelési intézményekben dolgozóknak. Azonban Bátaszéken a polgármester fontosnak tartotta, hogy megadja ezt a lehetőséget a hivatali munkavállalóknak, hiszen a közigazgatásban dolgozók is veszélyeztetettek az esetleges ügyfélfogadás miatt. A munkarenden is változtattak a polgármesteri hivatalban, hogy csökkentsék az érintkezések számát. Az új rend szerint A és B hétre osztották a dolgozók beosztását, így az a munkavállaló, aki éppen nem tartózkodik a hivatalban, home office-ban tudja végezni a munkáját. November 19-én a kormány az egészségügyi, szociális és nevelési intézményekben dolgozóknak koronavírus tesztelést vezetett be az operatív törzs által meghatározott rendben és ütemezéssel. Több településen saját hatáskörben kezdték el szűrni az önkormányzati dolgozókat, például Bátaszéken is. A szűrés önkéntes alapú, így a munkavállalók maguk dönthetik el, hogy vállalják-e a vizsgálatot. A polgármester fontosnak tartotta, hogy megadja ezt a lehetőséget a hivatali munkavállalóknak, hiszen a közigazgatásban dolgozók is veszélyeztetettek az esetleges ügyfélfogadás miatt. A kormány is elrendelte, hogy bizonyos munkakörökben önkéntes alapon, de megkezdődik a dolgozóknak a szűrése. Így a mai napon a szociális ágazaton belül az idősekkel foglalkozó kollégák központi szűrése kezdődik meg. Önkéntes alapon működik, tehát gyakorlatilag minden kollega eldöntheti, hogy részt kíván ebben az akcióban venni. Egyfajta tájékoztatást kap éppen az aktuális egészségügyi helyzetéről a vírussal kapcsolatban. Néhány nap múlva az óvónőket is, illetve a pedagógusokat is hasonló módon központilag szűrni fogják. Ebből az apropóból gondoltuk mi azt, hogy a közigazgatásban dolgozók is hasonló veszélynek vannak kitéve, hiszen mi is ügyfeleket fogadunk, igaz, hogy már kicsit csökkentettebb módon.
Mi is megkezdtük azért a védekezést a vírussal kapcsolatban, hiszen átállt a hivatalunk egy A7-es, illetve B7-es üzemmódra, ami azt jelenti, hogy osztottan vannak jelen a kollégáink. Viszont mivel egy hétig távol vannak a munkahelyéktől, ezért úgy döntöttünk, hogy megteremtjük mi is azt a lehetőséget, hogy akik visszatérnek a hivatali munkavégzésre, önkéntes alapon részt vehetnek egy gyors tesztelésben. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a vérükből kimutatjuk azokat a antitesteket, amelyek jelzést adhatnak, hogy milyen egészségi állapotban vannak, átestek-e esetleg a betegségen, vagy adott esetben nincs a szervezetünkben olyan anyag, ami a vírus elleni védekezéshez szükséges. Ezt a mai napon, azaz mindig a munkakezdés napján fogjuk elvégezni heti bontásban. Mivel önkéntes, természetesen a kollégák eldönthetik, hogy részt kívánnak venni. Amennyiben az eredményük pozitív, akkor a jelenlegi egészségügyi protokoll szerint megkérjük a kollégákat, hogy akkor a munkavégzést aznapra már be is fog fejeződni, vegyék fel a kapcsolatot a házi orvosukkal, és az egészségügyi protokoll szerint át fognak esni a PCR szűrésen. A polgármester azt mondja, azok a munkavállalók, akik az adott héten éppen nem a hivatalban tartózkodnak, home office-ban tudják végezni a munkájukat. Ezzel az intézkedéssel is próbáltuk a személyes kapcsolatoknak a számát és mértékét csökkenteni. Természetesen azok a dolgozók, akik nem a hivatalban folytatják a munkát, otthon úgynevezett home office-ban tudják a munkájukat végezni. Megteremtettük ehhez a megfelelő informatikai feltételeket távoli eléréssel, hozzá tudnak jutni az adatokhoz, információkhoz. Az itteni kollégák adott esetben szintén tudják az ő munkájukat háttérből segíteni. Azt gondolom, hogy jelen helyzetben talán ez volt a legoptimálisabb megoldás ahhoz, hogy a hivatali működésnek a szintjét és színvonalát ne csökkentsük, hiszen azért az élet ilyen értelemben azért megy tovább. Viszont tudunk egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani az egészségünknek a megvédésére. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy házon belül még nem tapasztaltuk meg, hogy valamelyik kollégánk betegséget elkapta volna, ezt a fertőzést. Reméljük, hogy a későbbiek során is ez így lesz. A városon belül természetesen már vannak fertőzöttek, az egészségügyi ellátásban dolgozóknak van tudomása arról, hogy fertőzésben részesült is ennek megfelelően karantén elrendelésre került. Oktatási intézményekben már volt rá példa, mind a három oktatási intézményben, az idősek nappali ellátásban is volt erre már precedens. Át tudjuk hidalni, hogy a működésben ez nagyobb fennakadást nem okoz, mert hozzáteszem, az egészségvédelme a legfontosabb. Az országos teszteléseket orvosi és gyógyszerész egyetemi hallgatók bevonásával végzik, minden héten egészen addig, amíg az operatív törzs másként nem dönt. Az eredmények nagyjából 15 perc alatt készülnek el. A teszteket és a védőfelszerelést a kormányhivatal biztosítja, mint ahogyan a szűréseken dolgozók elszállásolását és étkezését is ők szervezik meg. Tolna megyében hetente több ezer bölcsödei, óvodai és iskolai nevelő és tanár szűrésére kerül sor rendszeresen. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!